Szép jó estét kívánok! Agrár és turisztikai magazinunk mai adásában közhírré tettetik, hogy Iszka Szentgyörgyön nem ápolják a hagyományt, mert nem beteg, nem őrzik, mert nem rab, sokkal inkább megélik esztendőről esztendőre, erről fogunk beszélgetni, már pedig a születési mulatság az egy fontos minden település életében, hiszen október 13-án szombaton ebben az esztendőben is megrendezik ezt a nagyívű mulatságot. Vendégeink pedig Földi Judit, könyvtáros, művelődés szervező, csokolom a kezét, és Gál Attila, település polgármestere. Tisztelettel köszöntöm. Nos, hát ugye a közhírét értek, ezt meg is mutatom. Nagyívű programok. Én azt gondolom, hogy egy település életében nagyon-nagyon fontos minden falu életében a szüret. A szüreti mulatság pedig a munka lezárása. Lehet mulatozni, lehet jókedvűnek lenni, főleg akkor, ha ilyen rangos-nívos programokat állítanak össze az arra hivatottak. Nos, akkor nézzük. Hát először is, ugye 8-tól délig. Én már megjegyeztem itt műsor előtt, hogy a tárkonyos ételek az én kedvenceim, és hát itt is tárkonyos ételek főzőversenye kezdődik. Köszöntöm én is a nézőket, szeretettel. A délelőtti programunkat igyekeztük úgy igazítani, hogy az Iszka Szentgyörgyi iskolában is aznap délelőtt menő menza program fut, tehát a gyerekek eleve salátákat fognak készíteni a tanítási nap során, és mi pedig ugyanazon a helyszínen, a kastély udvarán egy főzőversenyt hirdettünk. Tárkonyos ételeket kell majd főzni. Nagyon sok csapat jelentkezett, jelenleg 11 csapat jelezte, hogy érkezni fog. És a főző versenyen a zsűrit úgy állítottuk össze, hogy Székesfehérvárról hívtunk ki partnerintézményeket, például az Arany János iskolából elhívtuk a konyhai szakoktatót, az igazgatónőt, a szakiskolai intézményvezetőt, elhívtuk a kerékpáros klub vezetőségét, mert hogy ők is kapcsolatban állnak Iszka Szentgyörggyel, illetve a Jankovics Ilonát, aki nem csak a Kertbarát Egyesületet vezeti, hanem a helyi Borsó Fesztivált is, ugye itt Székesfehérváron szervezi, illetve még Zsinkó István, az Abai Kovács mester is bejelentkezett zsűritagnak, és egy olyan különleges főzőverseny lesz, hogy nem csak az ételek ízét fogják értékelni, hanem a csapatmunkát. Mert ugye Abán is ez volt a példa, hogy először utcaközösségeket hoztak létre ahhoz, hogy a település egy nagyon fontos csapattá alakuljon, és ezért mi is így hirdettük meg, hogy az utcaközösségeket, szomszédokat szólítottuk meg a versenyen a nevezésre. Közben pedig nagyon sok gyerek vendégünk lesz, így kihívtuk Fehérváron szintén az Alba Ijász Sport Egyesületet, lehet majd ijászkodni, lesz egy kerámikus Miski Ádám, akinél agyagozni lehet, illetve zsonglőr gyerekjátszóházat fogunk a Kócos cirkusszal is működtetni. Remek gondolat, tehát ez lesz délig. Mielőtt azonban folytatjuk, nagyon-nagyon fontos ilyenkor, tudom, egy település életében, hogy, és Iszka Szentgyörgyön ez különösen kiemelt kérdés, hogy a testvértelepülések, hiszen számos település kapcsolatot ápolnak. És ők, itt lesznek ők is természetesen. Így van, én is tisztelettel köszöntöm a nézőket. Valóban várjuk a vendégeinket. Ma már érkeznek az észtek, holnap pedig jönnek a franciák, a németek, illetve Erdélyből gyalú településről is jön egy küldöttség. Úgyhogy a 6 testvértelepülésünkből 4 küldöttség itt lesz, és ugye őket úgy hívtuk meg, hogy egyrészt jöjjenek, ünnepeljenek velünk szüretet, másrészt azt kértük tőlük, hogy hozzák ők is a saját tárkonyos receptjüket, amit elkészítenek. Úgyhogy igazából én is izgatottan várom. Itt a felvétel előtt beszélgettünk az erdélyi tárkonyos ételekről, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a gyalújak milyen ételt fognak készíteni, de arra is kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a francia konyha nagyon híres, nem biztos, hogy éppenséggel a tárkonya legerősebb fűszerük, de ők is készülnek egy tárkonyos étellel. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy egy igazi ünnepre készülünk, a jó időt mi megrendeltük délelőtre is, és délutánra is. Így is lesz, és az Amadé Balzát Pappenheim kastély megszépülve, azt hiszem a belső udvar az egy ideális helyszín mind. No, de nem lehet mindig ott lenni, hiszen a szakácsok díjazása után nem menjünk elébe, mert azt mondom, hogy majd meglátjuk, hogy ki a legjobb. A nyitótánc után kezdődik a szüreti felvonulás. Ez minden település életében, ahogy elkezdtem, most keretbe zárjuk ezt, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Játékos történet, tulajdonképpen a jó munka dicsérete. Hogy lesz a szüreti felvonulás?
Hát a legeslegfontosabb elem, hogy itt a Fejér megyében a lovas társadalom elég erős, összefognak, és én úgy tudom, hogy mindenhová kivonulnak a szüretekre, és hozzánk is érkezni fognak Sárkesziről, Moháról, Kincsesbányáról, jönnek a mi iszkaszentgyörgyi lovasaink, a csóriak, Berhidáról is érkeznek, és még holnap válaszolnak, hogy melyik település csatlakozik. Rengetegen jönnek, és nekem nagyon tetszik a hagyományőrzésben az, hogy ők viseletben, önkéntes alapon, akár órákig is lovagolnak azért, hogy minden településre odaérjenek a szüreti felvonulásra, és ez itt is így lesz. Úgyhogy most azt szeretnénk, hogyha egy kicsit meg tudnánk nekik ezt köszönni, mert tényleg csak a hagyományápolás miatt teszik ezt, és négy állomáson négy különböző szervezetünk fogja őket és a szüreti vendégeinket köszönteni, a gyalogos felvonulókat és is. És emellett pedig emlékezünk is. Tehát a játékos formában majd 3 órától ugye itt lesznek a bemutatók, nagyszerű kézműves foglalkozások és a többi, ugyanakkor van egy másik fontos dátum, amerről kell, hogy szó essék. Így van, a településünk ugyebár itt a Sáréten fekszik, a Bakony lankáinál, de hát a Sárétre benyúl Iszkaszentgyörgy, és annak idén 1601-ben itt ezen a részen volt a Székesfehérvárért vívott csata, amit Vatai a Szentgyörgyi ütközetként emleget, és hát a Sárvári várban is látható a freskó, amin megfestette a korabeli festő ezt a csata jelenetet, Nádasdy Ferencnek az egyik csata jelenetét. És hát gyakorlatilag mi hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezt ünnepeljük. Ez az egyetlen olyan magyarországi csata, amelyiket mezőn vívtunk, és emlékezünk róla, mint nyertes csatáról, úgyhogy tényleg nagyon fontosnak tartjuk. Ez október 2. szombatján van, így aztán a szüreti mulatságunkat is kötjük október 2. szombatjához. Igazából a szüretek elmúltak nálunk is, a mi kertünkben is, most már nincsen nagyon szőlő, hiszen nem aszuszőlőnek várjuk őt, a termést, de gyakorlatilag ez a csata, a sáréti csata adta azt az ötletet, hogy akkor ezt a két jelentős ünnepünket kössük össze, egyrészt ünnepeljük, emlékezzünk, másrészt a szüretet is ünnepeljük. Tehát így a sáréti csata és a szüret nálunk Iszkaszentgyörgyön összekapcsolódik, kéz a kézben jár. No, mire a felvonulók visszaérnek, megkezdődhet az udvaron az a programsorozat, ami azt hiszem, hogy kicsinek, nagynak, minden családnak, idősnek és fiatalnak a kedvére való. Itt szemezgettem belőle, bemutató, kézműves foglalkozások, népdal, dorombemutató, fakart, kovácsolás, zsonglőrködés, manómese, kartkiállítás, kézműves kiállítás. Emeljünk ki néhány olyat, akiket azt hiszem, hogy méltán megtehetünk. Szentgyörgy Tánc Együttes, én ismerem őket, de a nézők talán nem. Igen, hát a Szentgyörgy Tánc Együttes Gula Miklós vezetésével működik a településünkön, és egy nagyon erős közösségről van szó. Közel 100 fő a tagok száma, 50 éves korig az óvodáskortól, és ők nem csak, hogy mindig táncolnak és jelen vannak, hanem van egy kisebb zenekaruk, a helyi banda, akik amatőr moldvai zenészeknek tartják magukat, de én azt gondoltam, hogy pont ő miattuk nagyon fontos, hogy a csángáló zenekarral találkozzanak, mert 17-23 éves fiatalok, akik ugyanolyan tűzzel táncolnak és zenélnek, mint amit a csángáló zenekarnál láthatunk, úgyhogy szerintem az egyik legszebb dolog lesz szerintem az, hogyha ez a biztos, két társaság találkozni fog. Én nagyon remélem, hogy lesz hosszú távú folytatása. Egyrészt, másrészt pedig van nekünk a településen egy Berki Lilla nevezetű lakosunk, aki egy népi énektanár, és szerettük volna, hogyha ő is szerepet kap. Ő pedig Székesfehérvárról a Tilinkó zenekart és Varró Jánost fogja magával hozni. És az Iszkaszentgyörgyi és a Kincsesbányai általános iskolában is nagyon erős hagyománya van a népdaléneklésnek, ezért ezeket a gyerekeket is elhívtuk, főleg felső tagozatos gyerekeket, és lesz egy kislány, aki Iszkaszentgyörgyi, de itt tanul Székesfehérváron, és ő is lehetőséget kap majd énekelni. Igen, Berki Lillát ismerjük, Nejfeli Miék, Nejfeli Gyurival, a Tilinkó, Varró Janó, hála Istennek majd biztos megszólaltja a dorombot és a többi nagyszerű. Viszont lesz cirkusz is, cirkusz nélkül egy szüreti mulatság, sőt, semmilyen mulatság nem képzelhető. 2 is, ha jól látom.
A Kocos cirkusz úgy került Iszka Szentgyörgyre, hogy az egyik alapító tag, Csepi Márton, Iszka Szentgyörgyi a családja, nem tudom, hogy a gyökerei is onnan szereznek, de jelenleg ott él a család, és így ismeri a helyieket, és tudom, hogy Magyarországon a nívós fellépők közé tartozik a Kocos cirkusz, vagy tűzzsonglőrködéssel, vagy akrobatikával, vagy gyerekjátszókkal szoktak megjelenni. Most ez esetben elhívtuk őket délelőtt is, és délután is, hogy a gyerekeket egy kicsit megmozgassák játékos formában. És a Simorák táncirkuszt hívtuk még el, ők pedig évek óta jelen vannak Székesfehérváron, és ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy most Ági üzente, Simor Ági, hogy mondjam el, hogy ezt a Manó mesét, ezt még a székesfehérvári közönség nem ismeri. Aki találkozott már velük, tudja, hogy mindig nagyon sokat adnak a jelmezre. Mihályi Cili, egy nagyon híres nemezelő, legalábbis a fesztivál körökben mindenki tudja, hogyha Cili, szintén tűzzsonglőr társaságból ismerhetjük, fellépőművészként és alkotóként. Tehát most például Simor Ágék úgy fognak érkezni, hogy a Cili készített nemezelt jelmezeket. Aki foglalkozik kézművességgel, az tudja, hogy mit jelent egy mellényt megnemezelni. És ezek már a megjelenésükben is nagyon szépek lesznek, tehát itt is próbáltunk valahogy a kézművességhez visszakapcsolódni, amikor szórakoztatjuk a gyerekeket. A Manó mese előadás, tehát még itt nem ismert a térségünkben egy új előadás, és nem csak gyerekeknek szól. 5 órakor fognak Ágiék fellépni a művelődési házban. Azt gondolom, hogy javára szolgál mindenkinek, hiszen ha játékosan akarom megfogalmazni, lesz 2 íjász csoport, egy így lövésnyire van Székesfehérvártól Iszka-Szentgyörgy, és tudom, hogy a székesfehérváriak is gyakran ellátogatnak, azt hiszem érdemes lesz mindenképpen. No, hát az íjászokról beszéltünk, a királyi kartforgatók nem különben egy rendkívül érdekes, és hát a lovasokról pedig csak annyit, hogy hát nyilván egy olyan település, ahol Ampli Ferenc is él, ott a lovaknak fontos szerepük van. Mit jelent egy település életében egy ilyen születi mulatság, polgármester úr? A helyi lakosok számára én azt gondolom, hogy egy olyan kikapcsolódást szeretnénk nyújtani, ami nem bóvli, nem gagyi, olyan meghívottaink vannak, akik valóban mesterei annak a szakmának, annak a hivatásnak, amiben ők elindultak. És ilyen értelemben számunkra tényleg az lenne a fontos, hogy mindenki jól érezze magát. Azok, akik eljönnek vendégek, azoknak megmutatni Fehérváról, vagy éppenséggel jöjjenek Németországból, Franciaországból, megmutatni a magyar értékeket, az Iszka-Szentgyörgyi értékeket, mindannyiunk közös értékeit, és a gyerekeinket nevelni, hiszen itt azért munkanap lesz, tehát iskolai oktatás lesz, viszont az iskolában gyakorlatilag egy olyan menümenza programot végeznek, amikor a gyerekek be tudnak kapcsolódni, látni fogják, inspirációt kapnak, kinyílik a világ, látják, hogy ott egy német van, mellett éppen egy francia, amott egy romániai, a negyedik sarokban éppen észtek lesznek, tehát egész egyszerűen motivációt kapnak, többletet kapnak, elindulhatnak egy olyan úton, tehát egy ilyen képzeletbeli kis táskájukba teszünk egy csomó olyan inspirációt, motivációt, amivel, hogyha ők élni szeretnének, élni tudnának, akkor majd tudnak, hiszen azok a vendégek, akik jönnek hozzánk, majd jövőre, esetleg meghívnak, hogy akkor menjünk mi is el hozzájuk az ő ünnepükre, és értelemszerűen a Szentgyörgy Néptánc csoporttal, és azokkal a munkatársakkal, Iszka-Szentgyörgyi lakosokkal kívánunk majd akkor kimenni hozzájuk, akik valóban hozzájárultak a közösséghez. Mindenképpen ez a jövő útja, egyetértek. És hát természetesen a Csángálórán megbeszéltünk, de a szüreti bál nélkül nem szüreti mulatság a mulatság, úgyhogy szüreti mulatság zárja. Nos, én köszönöm szépen, hogy megtiszteltek, azt ígérhetem, kedves nézőink önöknek is, hogy természetesen ott leszünk mi is, és beszámolunk erről a nagyszerű szüreti mulatságról október 13-án Iszka-Szentgyörgyen. Köszönöm szépen. Szeretettel várjuk. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk, mégpedig az elmúlt 2 héttel ezelőtt rendezték meg Székesfehérváron a őstermelők termelői mustrát és vásárát, és akkor Schulz György arról beszélt, illetve Jakab István is, hogy erősödik a magyar őstermelői gazdaság mindenféle értelemben. Nos, mi pedig elmentünk Oronpusztára, az egyik első számú hely, ahova érdemes ellátogatni önöknek is. Nézzük meg ezt a filmet.
A délelőtti órákban fordult be a gyerekekkel teli busz Orontpusztára. Miután leszálltak, elsőként Pepita, a kiskecske üdvözölte őket. 30 gyerkőc érkezett Fehérvárról Csákberény mellé. Mindannyian a Széna Egyesület a családokért és a Szent Imre iskolaház neveltjei. Többen közülük még sosem hagyták el a várost, mondta el az intézmény vezetője. Szerintem ez egy nagyon nagy élmény a gyerekeinknek. Itt a farmon állatokat simogathatnak, nézhetnek, olyan élményben lesz részünk, amiben ezeknek a gyerekeknek még nem volt. A gyerkőcök megismerkedhettek a tanyán élő mintegy 400 állattal, beleshettek a sajtkészítő műhelybe, sőt meg is kóstolhatták a helyben készülő finomságokat. Ez mind gomolya jellegű sajt, az azt jelenti, hogy a gomolya az egy friss sajt, ami gyakorlatilag néhány óra alatt elkészül. Ugye felmelegítjük a tejet, beoltjuk, akkor kapunk egy alvadékot, és az alvadékok kerülnek ott azokba a formákba, majd a présgéppel préseljük őket egy éjszakán keresztül, kikerülnek a formából, és utána kapják meg, most nincs is itt ilyen elől, ha jól látom, de akkor kapják meg ezt a vágható puha. Ezek puha jellegű sajtók, amit most a gyerekeknek fel fogunk szolgálni. Ez egy aszalt paradicsom bazsalikomos, füstölt fokhagymás, füstölt natur, sima natur, illetve medvehagymás sajtot egy kis zöldséggel. Ezt fogják most mindjárt 10 óraira megkapni a gyerekek. Ezen kívül a gyerekek a tanyán töltött idő alatt rengeteget tanulhattak az állattartásról, a gazdálkodásról. Itt nagyon sok mindent megtanulnak, akár egy óra alatt, vagy másfél óra alatt is az állatoknak a szokásairól, legyen a szaporodás, étkezés, bármi, vagy az ellátásuk, az almozásuk, nagyon sokat tanulnak egy-egy ilyen alkalommal. A gyerekeknek pedig egyből meg is lett a kedvencük. A kecske tetszik a legjobban. Miért pont a kecske? Mert aranyos. Nekem nagyon tetszenek a malacok, a kis kecske, meg az összvér. Mi tetszik bennük? Hogy cukik, meg hogy szépek. A programot a Jancsert Kertpiac és Közösség Egyesület kezdeményezte. Július és október között érdekes élményekben és új ismeretekben gazdag tanyalátogatásokat szerveznek mintegy 300 elsősorban szociálisan rászoruló, fogyatékkal élő fehérvári fiatal számára. A Jancsárkert árusaiból 3 évvel ezelőtt alakult egy Jancsárkert piac és közösség egyesület, tehát az árusok a tagjai, és ennek az egyesületnek, amely egyébként közhasznú, ez kifejezi a közhasznúság az, hogy tényleg a közösség javára, a közösség szolgálatában kívánunk tevékenykedni, tehát semmit nem befelé fordítunk az egyesület forrásaiból, hanem mindent kifelé, mások javára. Több hónappal ezelőtt találtuk ki ezt a programot, és ebbe találtam két olyan partnert, Anita személyében, György Anitát, illetve Egyet Istvánt, Pátkán, akik lehetővé tennék azt, hogy olyan fehérvári gyermekek, akik esetleg nem engedhetik meg maguknak, hogy eljussanak Veszprémbe vagy Budapestre, egy állatkertbe, vagy egy vidéki környezetbe, vagy állatokat megtekinteni, hogy nekik is lehessen Fehérvárhoz közel egy ilyen élményhez jutni, nem élményhez és hasznos ismeretekhez. Tehát az a célunk, hogy ez a tanyalátogatási program keretében szociálisan rászorult gyermekek számára, iskolások számára, fogyatékkal élők számára szervezzük ezeket a programokat. Kialakult már teljesen a menetrendünk, mintegy 300 fehérvári iskolás fog mai naptól kezdődően szeptember végéig erre a két tanyára érkezni, és nem csak élményben részesülni, hanem ismeretekhez jutni. Ez utóbbira is szeretnénk hangsúlyt fektetni, hogy hasznos és értékes legyen ez a pár óra, amit eltöltenek. Megismerik az állatokat, a környezetet, egy tanyavilág jellemzőit, néprajzi ismeretekhez jussanak, földrajzi történelmi ismeretekhez, az állattani és a növénytani ismereteken kívül. Hát vannak játékos feladatlapok, vetékedőket állítottunk össze, minden állat bemutató helyhez mi készítettünk táblákat, ami leírja az állatok jellemzőit, adatait. Így szeretnénk elősegíteni, hogy ne csak jól érezzék magukat, hanem azon belül még tanuljanak is a gyermekek valamit. Honnan jött az ötlet egyébként? Tehát miért pont a gyerkőcöket szeretnék megragadni, és miért fontos tulajdonképpen az, hogy ők kiszakadjanak a mindennapi megszokott környezetből, és
kicsit táguljon a látókörük, akár egy ilyen tanyasi látogatással? Ugye az alapcélunk akár a termelői piacon, akár így az egyesület munkájában az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás elterjesztése, népszerűsítése és az egészséges élelmiszerekkel való megismertetés. És ennek a programnak a keretében gondolkodtunk, hogy már a termelőpiac keretében vannak rendezvényeink, ilyen például az egészségpiac, a legközelebbi a szeptember 15-én lesz, megyei vásárt szervezünk, amelyek módot adnak arra, hogy minél többen megismerjék az egészséges táplálkozás élelmiszerek jellemzőit, de most kimozdulunk a termelőpiacról, Fehérvárról, és a maga környezetében próbáljuk meg ugyanezt a gondolatot elmélyíteni. Tehát itt a gyerekek, a fiatalok, az iskolások maguk látják, hogy milyen körülmények között élnek ezek az állatok, a növények, ezek az emberek, akik egész munkájukat erre a célra fordítják, hogy élnek, milyen gondolkodásúak, milyen ez az egész környezet, ahol ezek az egészséges élelmiszerek létrejönnek, vagy termelődnek. Hát, ha valaki kedvet kap ahhoz, hogy ilyen mezőgazdasági munkát végezzen, vagy megszeretnek állatokat, vagy megszeretik jobban a természetet, vagy esetleg később is figyelnek arra, hogy háztáji élelmiszereket fogyasztanak, mert itt látják, hogy tényleg itt a szabadban élnek, az állatok jól érzik magukat. Mivel kicsi a szállítási távolság a piacig, Fehérvárig meg vissza, nem szükséges semmi komolyabb tartósítószer, ezek mind frissen szedett növényekről, zöldségekről, gyümölcsökről beszélünk. Sokkal egészségesebbek ilyen értelemben ezek az élelmiszerek. A program folytatódik, a gyerekek Orontpuszta mellett Pátkára is ellátogathatnak hamarosan. Folytatjuk tovább, mégpedig Novák Réta nagyszerű kolléganőm debütál az Agrárinfóban. Ő pedig annak járt utána, hogy milyen egy komlószüret Magyarországon. Egy magyar komlófajtát, az úgynevezett bácskait tartom a kezemben. Nagyon friss, citrusos illata van ennek a növénynek, és nem is gondolná az ember, hogy magyar komló is van, hiszen nem sok tő látszik már Magyarországon, függetlenül attól, hogy most itt vagyunk Vállón, és itt van komló. Igen, régen az országban nagy komlótermesztés folyt, még a szocializmus idején. Aztán ezeket az ültetvényeket beszántották, megszűntek, és így kivesztek a magyar fajták is. Ezt a komlót, ezt a bácskai komlót, ezt idén, ez egy első éves komló, azért ilyen kis vézna ez a tő, jövőre sokkal vastagabb lesz, mert első éves, ilyenkor csak a gyökérrendszerét telepíti a növény, és majd jövőre lesz teljes pompájában látható a bácskai. A szüret az már nagyjából lezajlott, most mégis zajlik itt a munka. Mi történt, miért kellett leszedni, mennyit szedtek le, és miért tartottak még? Ezt az ültetvényt tulajdonképpen azért létesítettük, hogy a söreinknek, az uradalmi sörmanufaktúra söreinek egy lokális jelleget adjunk. Tehát ebből a sörből tulajdonképpen évente egyszer egy szüreti sört, ebből a komlóból egy szüreti sört főzünk, úgyhogy ezeket a komlókat tulajdonképpen a főzés alatt szárítás nélkül tesszük, adjuk hozzá a sörléhez, és így tulajdonképpen a sörben egy nagyon friss ízjegy lesz majd érezhető, amikor elkészül maga a sör. És hát tulajdonképpen ez az egész ültetvény, ez egy évi egy alkalomra ma szóló ültetvény, és egy évi egy alkalmas sört készítünk majd belőle. Mitől különleges a szüreti sör íze egyébként? Hát az íze tulajdonképpen nagyon jól megőrződnek benne az illóolajok, amikor szüreti sört készítünk. Tehát a komló az tulajdonképpen a sörnek a fűszere. Nem csak azért használjuk, hogy a sörbe a keserűséget tehát a keserű anyag tartalma beleoldódjon, hanem azért használjuk, hogy az itt benne lévő illóolajok minél jobb hatásfokkal beleoldódjanak a sörbe. A szüret 90%-at valóban már megtörtént, tehát a komló nagy részét már leszedtük. Most tulajdonképpen ez a négy tő, ami fönnmaradt, ez a hideg komlózási eljáráshoz fogjuk ezt a kis komlót használni. Ez azt jelenti, hogy a leerjedt sörléhez fogjuk ezt a négy tövet, a négy tőről szedett komlót hozzáadni a sörléhez, és ezáltal a komlóba lévő illóolajok nagyon jó hatásfokkal meg fognak maradni, és ezt a citrusos, grapefruitos illata és íze a sörlében nagyon jó hatásfokkal bele fog oldódni, úgyhogy ezért tartottuk meg ezt a négy tövet. Mutassuk meg, hogy néz ki maga a komló termése. Tulajdonképpen maga a komló az egy ilyen kis levélkékből álló kis növény, ez a női virágzat tulajdonképpen, és ha szétbontjuk kettő fel, akkor látjuk ezt a sárga színű port,
ami tulajdonképpen a lupulin, ez az, amit keresünk a komlóban, ez tartalmazza a keserű anyagot, az alfasavakat, és ez tartalmazza az illóolajokat, ezt a citrusos, grapefruitos, nagyon-nagyon finom illatú és ízű anyagot, amit minél jobb hatásfokkal szeretnénk majd beledolgozni a sörlébe, tehát ettől lesz finom illata és íze a magának a sörnek. Mi a tapasztalat, milyen a váli, a magyar komló? Hát idáig szerencsére nem csalódtunk, tehát tulajdonképpen nem tudjuk, hogy ezek a magyar fajták, meg egyébként az itthoni termesztés milyen eredményre fog vezetni, ugyanis a régiek az alfasavat, tehát a keserőanyagot keresték a sörlében, de az amerikai sörfőzési technológiákat régen, még a szocializmus idején nem ismerték. Tehát tulajdonképpen annyit változott a technológia, hogy nem tudjuk, hogy a Magyarországon termesztett komlók mennyire lesznek ehhez a sörstílushoz alkalmasak. Idei év az már a harmadik év, amikor születi sört készítünk, és nem csalódtunk még ez idáig. Nagyon-nagyon jó eredménnyel sikerül a sörlébe beledolgozni az itthon termesztett komlót. És ha a komlóból nem is készül feltétlenül sör, érdemes a termést megtartani, hiszen ahogy az imént megtudtam, a komlónak nyugtató hatása is van, ezért az idősebb asszonyok a komlót a párnába tették, hogy nyugodtan teljenek az éjszakák. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. További szép estét kívánok, viszontlátásra!